Több mint 20 borász, több mint 100 féle borát kóstolhatják meg mindazok, akik ellátogatnak szeptember 25-én, 26-án és 27-én az Újpesti Bor Weekendre, sőt, még Újpest borára is szavazhatnak. A koncertek idén sajnos a koronavírus járvány miatt elmaradnak, de vasárnap a gyerekeknek lesznek szórakoztató programok. Köszöntöm a stúdióban Németh Jánost, a Németh János Pincészet borászát. Jó napot kívánok, valamint Tóth Attilát, a Rékas Pincészet magyarországi képviselőjét. Üdvözlöm Önöket szeretettel, és hoztak nekünk borokat. Két bor a főszereplő, ugye az egyik Németh János bora, a másik pedig a Rékas Pincészeté, de van itt mellette két palack, majd róluk is fogunk nem sokára beszélni. Németh úr, milyen bort választott, mit hozott nekünk? Én egy 2018-as szirát hoztam, aminek a Devianta Fantázia neve. Ugye a szekszeni borvidéken azért döntően kék szőlők vannak telepítve, ültetve. Én ezt a fajtát még főiskolás koromban szerettem meg, úgyhogy 2004-ben ültettük. Most már kitapasztaltuk egymással, hogy mikor kell szüretelni, mennyi szőlőt kell rajta hagyni. Úgyhogy a 18-as egy nagyon szép évjárat volt. Én azt gondolom, hogy most a legszebb formájában van a bor, és ugye az Újpest város borának a nevezésére küldtük be ezt a tételt, és ebből a 20-30 tételből hármat választottak ki, és majd a közönség szavazás alapján fog eldönni, hogy melyik lesz 2020-nak a Újpestnek a bora, úgyhogy nagyon a három aspiráns nagyon erős a mezőny egyébként. Ugye így van, tehát a Deviant is bekerült a dobogós borok közé, de akkor mondjuk el, Nyilasmár és Nagyfai Kul nevű bora, illetve a Pannonhalmi Főapátság Trikolisz nevű bora, ami meg a dobogóra fölkerült a zsűri válogatása alapján. És a Deviant ebből a szőlőből készül? Igen, igen, ezt ma reggel születeltem. Ez egy nagyon-nagyon szép, gyönyörű francia szőlőfajta, a Syrah. Ez egy fiatal ültetvény, ez most lesz az első szürete. Ez Ivánvölgyben volt a birtok fölött, a pincészet fölött. Nagyon édes már most a szőlő, tehát hogy kevés volt a csapadék az évjáratban, viszonylag kevesebb fürttel dolgoztunk, tehát már az év elején elég komolyan úgy metszettünk, hogy... Ez baj egyébként, hogy kevesebb csapadékon is kevesebb fürttel dolgoznak? Vagy jót tesz a szőlőnek? Én azt gondolom, hogy termésmennyiségben kevesebb lesz, de ami a pincébe bejön, az nagyon jó minőségű alapanyag, úgyhogy amiket már leszüreteltünk, a rozék, a fehérek bent vannak, tegnap kezdtük a kék szőlőkkel, a cvegeltel, de a szirá az még két hétiként lesz a területen. Hogy állnak a szürettel? Hát az egyharmadánál vagyunk. Hosszú-hosszú napokat élünk meg ilyenkor. Szülészek, borászok, szóval ez ilyenkor reggel 6-tól este, késő estig, amikor préselni kell reduktív tételeknél, ez egy hosszú műszak. De ez azt jelenti, hogy 6-kor kint vannak már? Hát visszük a ládákat, jönnek a szedők, 7 órakor már kezdődik a szüret, főleg a fehéreknél, meg a rozéknál, hogy hűvösen érkezzen be a szőlő. Már amennyire a szeptember 15-én, most még éjszaka is 20 fok volt Szekszárdon, napközben pedig 32, úgyhogy ritka az, amikor ilyen rövidnadrágos szüret van, de tegnap, tegnap előtt így zajlott a szüret. Úgyhogy nagyon szépek a paraméterek, szépek a cukrok, a savak, a pH-k, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a 20-as évjárattal. Ezt majd gondolom jövőre lehet megkóstolni. Így van, így van. És a 18-as évjáratnak jót tesz a két évi pihenés? Igen, szerintem nagyon jót tesz. Én kibontottam már ezt a tételt egy negyed órája, úgyhogy töltök is belőle. Tóth úr, megkóstolja? Meg, természetesen, de csak majd ilyen nagyon ismertő, hogy vezetünk. Sajnos a vezetés is a bor nem fér meg együtt. Vezetünk. A szakértők úgy szokták, hogy a fénybe tartják és megnézik a színét. Azt kell nézni, hogy feltapad-e a pohárra, olajos-e? Jól kérdezem? Javítsanak ki. Szerintem több mindent, hogyha így mondhatok. Egyrészt, ha már így kezdjük, akkor szerintem az, hogy mennyire áttetsző a színe. Tehát még mielőtt a pohár falára bármit is nézünk, magát a színét, a tisztaságát, aztán sok minden mást egyebet. Tisztának tiszta, olyan, hát olyan erősnek tűnik. Nagyon fűszeres a szirá, tehát a szirának az illata, ugye egy bor mindig az illatába köszön be a fogyasztónak, és nagyon fontos, hogy a szirának ez a nagyon fűszeres, nagyon borsos, picit dohányos illata, és persze minden termőhelyen más. Más a rékasi szirá, más a szekszárdi, más egy soproni szirá, tehát hogy minden borvidéken mást hoz a szőlőfajta, sőt más Ausztrália meg a romvölgyébe, de ez így normális, hogy a termőhely kicsit felülírja a fajtát. De ugye ez egy nálunk a pincészetnél ez egy nagyobb palacszámú bor, tehát 5000 palacot készítünk a 40.000 palacból, és egy nagyon kedvelt fajtánk a szirán, ez egy 10 eurós kategória, tehát egy nagyon-nagyon kedves, barátságos bor.
én jó magam is nagyon szeretem. Létezik egy nagy testvér, ami egy válogatott szirát, az egy bordói palaszból, egy kicsit nagyobb testű, több alkohollal. Ez inkább egy játékos, elegáns, fűszeres bor. A rékás pincészet is szereti a szirát? Igen, tehát itt a borászatról, amit én képviselek, vagy akiket én képviselek, ez a határon túl van. Rékas az egykori magyar neve, vagy Temes Rékas a településnek, és a borászat megtartotta ezt a nevet, csak C-vel van írva, ez a Rékas pincészet. Ez egy óriási borászat, a saját területüknek a mérete eléri a 2000 hektárt, és ennek egy jelentős része egybefüggő terület, ami nem hátrány, hogy így mondjam, de van még különböző helyen területük. Viszont ez egy úgynevezett technológiai borászat. Tehát itt, mivel a birtokméret ezt, hogy mondjam, lehetetlenné tenni, hogy ez egy kézműves borászat legyen, itt egy technológiai borászatról van szó. Itt is folyamatban van a szüret, őnekik is vannak korábbi vagy korán érő fajtáik, elsősorban fehérek között van egy-kettő, és hát most kezdődik majd a komolyabb tételeknek, a komolyabb vöröseknek, vagy kékszőlőknek a szürete. És mit hozott magában? Az érdekesség az, hogy azt akartam mondani, hogy én is egy olyan bort hoztam, ami ugyan egy házasítás vagy küvé, más néven a francia néven. Ez egy fekete lányka és szirá házasítás. Tehát a szirá itt is szerepel, 50%-ban szirá van ebben a tételben. És van egy olyan tétel, a fekete lányka, ami mindenképpen kuriózum Magyarországon, ugyanis a fekete lányka nem őshonos a mai Magyarország területén. Ez kifejezetten Erdélyhez köthető ez a fajta, és onnan indult el hódító útjára. De a történelem furcsa fintora kapcsán nem terjedt valahogy észak felé, tehát így Magyarország észak-nyugat felé nem terjedt, azonban a Balkán irányába jobban. Tehát ma már nem csak Erdélyben található meg ez a fajta, de inkább a Balkánon dél felé, dél-kelet felé terjedt jobban. Különleges fajta. Kóstolt már ilyet, Német úr? Igen, mi kóstolgatjuk egymás borát az újpesti borfesztiválon. Azért mindig körbejárunk, ha van egy kis időnk, úgyhogy nagyon szívesen az ember tanul, meg kóstol, meg muszáj az, hogy széles látása legyen, mert nem szabad az embernek csak a saját borát kóstolni, ki kell tekinteni. Világos, és ilyenkor elmondják egymásnak a borászok, a szakemberek a titkokat és a trükköket is, vagy mindenki féltékenyen őrzi a magáit. Bocsánat, szabad ezt közben megnyitni? Persze, hogyne, abszolút, sőt, én azt mondanám, hogy ki is nyitom. Szóval, hogy tanulnak is egymástól, vagy mindenki féltve őrzi a saját titkait? Én úgy gondolom, hogy minden borkóstolás egy tanulási folyamat, és nagyon fontos az, hogy a nem csak a borászok, hanem a fogyasztó is, hogy őszintén elmondjuk, hogy ez a bor hol termelt, hogy erjesztettük, milyen hordót használtuk, meddig érleltük. Én azt gondolom, hogy azért nagyon mások a szőlőméter paraméterek. Mi 10 hektáron gazdálkodunk, tehát egy 2000 hektárhoz képest ez egy abszolút családi garázsborászatnak tekinthető. Ugye, de szerintem a minőség nem ezen múlik. Én rengeteg jó bort kóstoltam a Rékástól, én kimondottan szeretem a leánykát, a fekete leánykájukat, van egy nagyon szép fehér küvétek, most nem ugrik be a neve. Tehát, hogy Szóló Kvinta, de most... A Szóló Kvinta, így van. Tehát, hogy én nagyon szeretettel vásárolok egyébként, vagy cserégetünk borokat egy ilyen fesztiválon, mindig az, hogy ízlet ez a tétel, Janó, adok neked egy üveg Rajna itt, te adj egy üveg Kadarkát, és akkor ezek jól működnek. De jó. A fekete lányka meg egy személyes kedvenc. Nagyon hasonlít a két bornak, az illata egymáshoz. Megjelenik a háttérben a szirá, ami az előbb a tiszta szirába érezhető volt ez a fűszeresség. Itt is ott van a háttérben ez Abszolút. A fűszeresség. Nyilván más jegyeket tol előtérbe, de itt nagyon erősen megjelennek a gyümölcsös, a gyümölcsvilága, ami inkább ilyen erdei bogyóknak az illatvilág, és főleg ízében jelenik ez meg a fekete lánykából. De visszakanyarodva egy gondolat erejéig, abszolút én nem vagyok borász, és azt mondhatom, hogy azt, amit tudok a borokról, azt, tehát nyilván az embernek nincsen határa a tudományszerzésben, tehát tényleg olvasni, interneten itt-ott keresni, de a legtöbbet kóstolással és borászokkal, birtokok tulajdonosaival, szakemberekkel való beszélgetéseken lehet tanulni, de itt tényleg azt hiszem, hogy a legnagyobb élmény a kóstolás. Mert nincs két egyforma bor, sőt, az embernek a hangulata is változik, néha ezt kívánja jobban, néha azt kívánja jobban most. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ezek az ilyen, például egy ilyen boros rendezvény, mint amilyen az újpesti borvikend, kitűnő alkalom arra is, azon túlmenően, hogy jöhetnek a vendégek hozzánk, hogy mi magunk is ismerkedünk egymás tételeivel, megosztjuk a tapasztalatokat. És számíthatnak arra is, hogy az önök ausztrál
főborásza is itt lesz majd a Borvikán? Sajnos nem. Hát ott most Rékason zajlik a szüret, és azt mondhatom, hogy ilyenkor minden borászatban a legfontosabb szerepe van ilyenkor a szőlésznek, borásznak, aki ilyenkor azt gondolom, hogy csúcsra van járatva. Elképzelhetetlen lenne, hogy ő elutazzon pár száz kilométert, és mondjuk egy hétvégén egy fantasztikus eseményen részt vegyen. Így de hogy ausztrál a főborászuk? Hát ezt ők azt gondolom, hogy nagyon jól kitalálták. Itt ugye a borászatnak a hagyományai nagyon régre mennek vissza, vannak dokumentumok, amik a 15. századból származnak, és említik a borvidéket, nyilván nem ezt a borászatot, de magát a borvidéket. Viszont az újkori története a borászatnak, onnantól kezdve, hogy privatizálták hasonlóképpen, mint Magyarországon a nagyobb borászatokat. Ezt a borászatot is egy üzleti társaság megvásárolta, részben angol, részben pedig helyi emberekből állóan, és ők azt találták ki, hogy ők szeretnének valami nagyon-nagyon magasra tett mércét elérni. Ez a magas mérce az volt, hogy sokan hallottak, hogy ismerik a Kaliforniából a Mondavi borászatot, ez egy nagyon nagy nevű borászat, és nagy területen gazdálkodnak. Itt a lényeg az, hogy a nagy méret és a nagy mennyiség nem áll ellentétben a minőséggel. Ezt akarták igazolni, és ehhez hívtak egy olyan borászt, aki ezt meg is tudja valósítani. Ez az ausztrál borász. És hogy találták meg őt? Hát azt nem tudom pontosan, hogy hol találták meg, vagy hogy találták meg. De hogy azért Ausztrália, Kalifornia is, de Ausztrália nagy része. Igen, ez így van. Viszont ő azt a fantasztikus dolgot tudja, hogy mondjam, életében produkálni, amit kevés borász tud, hogy egy évben kétszer szüretel. Ugye a földnek a két féltekéje más időben van a szüret, hiszen Ausztrália máskor van ősz és nyár. Úgyhogy ő most Európában egész pontosan Rékason szüretel. Aztán majd, amikor eljön a szüret ideje Ausztráliába, akkor visszatér Ausztráliába. Micsoda távlatok! Az véletlen, hogy csak vörös bor van az asztalon? Szekszárdon ugye azért nem jellemző a fehér bor, vagy Szekszárd környékén nem jellemző a fehér bor. Vannak fehér tételek, és egyre jobban előtérbe kerülnek. A fogyasztási igen. Szokás finom. Igen, láttam már finom alakul, meg is lettem, tehát, hogy rózé és fehér Szekszárd környékére. Van Riesling, van Sauvignon Blancunk a borvidéken, Chardonnay, tehát hogy minden pincészetnél azért egy-egy fehér bor megtalálható. De döntően azért Szekszárd, azt gondolom, hogy egy vörösboros borvidék alapvetően, tehát a kadarkák, a kékfrankosok, a bikavérek az, amelyik a borvidék. Ez tényleg bizonyítottan ezer éves múltra visszatekintett, hogy Szekszárd is régi történelmi borvidék. A divatok azok mennek-jönnek, tehát hogy a borfogyasztási szokásokban is ez megjelenik. Tehát, hogy most volt egy rozé expandáció az elmúlt 10 évben, aztán most egy kicsit előtérbe kerültek ezek a pezsgők, habzóborok, fehér tételek, úgyhogy egy szőlőt az ember, amikor eltelepít, azt 50-60-100 évre telepíti el. Tehát, hogy pont, hogy említettük itt Kaliforniát, Robert Mondavit, nekem is éppen egy nagyon ikonikus borászat, és ott ugye van olyan szőlő, ami már háromféle szőlőt termet, hogy átoltják ezeket az ültetvényeket, volt már Chardonnay, volt már Pinot Noir, volt már Merlot, tehát, hogy tényleg ott Amerikában még gyorsabban mennek ezek a trendek, hogy éppen melyik bor a típus, melyik fajta az a még divatos. Nálunk azt gondolom, hogy azért a kék szőlőből készült vörös borok az, amelyik. És ilyenkor érdemes megpróbálni a divat irányába menni, vagy megmaradnak annál, ami az önök ízlésének, a területnek, a szőlőfajtának a legjobban megfelel? Szerintem, hogyha most Szekszárdot nézzük specifikusan, akkor azt gondolom, hogy nem szabad elengedni azokat a régi fajtákat, a kadarkára gondolok, a bikavére gondolok, amik régi szekszárdi borok, és elegánsak, és szépek, gyümölcsösek. De emellett foglalkozni kell azokkal is, amit a piac egy kicsit kíván, de a hangsúlyt azért meg kell osztani valahogy a történelmi régi tételekre, meg az új világi dolgokra is. És a Rékas pincészetnél mi az üzleti, igen. Üzleti terv erre vonatkozóan? Hát, tehát önök követik fontos, a divatot? Hogy mi az a cég, aminek én a tulajdonosa vagyok, és mi a magyarországi képviseletét látjuk elő a Rékas pincészetnek. Tehát ez a már az előbb említett méretnél fogva is egy óriási borászat, és ennek megfelelően a mennyiségek is nagyok. Tehát itt évente 20-30 millió palackot értékesítenek. Nyilvánvalóan ezt nem Magyarországon értékesítik. Mi ebből a 20-30 millió palackból körülbelül olyan 30 ezer palackot értékesítünk Magyarországon. A különlegessége az, hogy a Rékas borászat bár egy hatalmas borászat az előbb említett mennyiségek mellett, de Magyarországon kisebbnek minősül, mert az emberek kevéssé ismerik, és egy
viszonylag szűk szegmensét hozzuk a kínálatnak, annak is inkább a prémium tételeit, tehát a belépő kategóriát kevésbé szoktuk favorizálni, inkább a közép és attól fölfelé menő árakat, vagy azt a kategóriát szoktuk. Visszatérve egy kérdésre, hogy a fehér vagy vörös, vagy rozé, Rékasnál, ami érdekes, az, hogy nincsen annyira elkülönülve, hogy ez most egy vörös boros vidék, vagy fehér szőlős vidék, nincsen ennyire ikonikusan meghatározott, például, mint Szekszárdon, hogy azért a legtöbb ember Szekszárdot a kék szőlőről és a vörös borokról ismerik, ugyanígy Villányt is, a Balatont meg inkább a fehér borokról, és ez már itt nálunk Magyarországon kialakult egy kicsit. Rékasnál nincs ez ennyire kialakulva, gyakorlatilag fele-fele arányban vannak fehér vagy vörösborok. Ami érdekesség talán, mivel a mennyiség az zömében külföldre megy, tehát nem Magyarországra, hanem tőlünk külföldre, a rozéknak nincsen akkora szerepe, mint Magyarországon. Az előbb említésre került, hogy a rozéknak volt egy nagyon nagy felfutása, ez még azért most is érezhető, és nálunk szinte azt gondolom, hogy valamire való borászat szinte kényszerből, üzleti kényszerből is készít rozét, mert a rozénak óriási a piaca, nagy a kereslet, és nagy mennyiséget el lehet belőle adni, viszontlag nem kerül olyan nagyon nagy nehézségbe egy rozénak az előállítása, és ez mondjuk a legtöbb borászatnál így van. Rékasnál van rozé, tehát nekünk is vannak rozéink, de nincs akkora kritikus szerepe, mivel nem mindenhol keresik ennyire a rozékat, mint nálunk. Hát akkor azt javaslom mindenkinek, hogy látogasson el az Újpesti Bor Weekendre, még egyszer szeptember 25-én, 26-án és 27-én, kóstoljon Deviantot, kóstoljon Nóniuszt, Németh Jánosnak és Tóth Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak nálunk, illetve még azt szeretném elmondani, hogy érdemes a gyerekeket is elvinniük magukkal a szülőknek, mert vasárnap 3 báb színház is lesz, valamint gyerekszüretelés és mustpréselés, tehát már elkezdhetik kitanulni a szakma csínyát, bínyát. Vasárnap fogják a közönség szavazatok alapján kihirdetni azt is, hogy melyik lett ebből a 3 tételből Újpest város bora, valamint a szavazók között nyereményeket fognak kisorsolni. Ez volt a Mozaik, köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva újra találkozunk, viszontlátásra!